Jankovics Marcell filmrendező itt hagyott minket egy-két héttel ezelőtt, nem volt alkalmam elbúcsúzni tőle, viszont dr. Fabinyi Tamás püspök úr honlapján egy nagyon szép búcsút találtam, és gondoltam, hogy segítségével kicsit emlékezünk és búcsúzunk a rendezőtől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatót! Merre jár? Itt hallom, hogy ezért se tudott bejönni a rádióba, de hallom, hogy egy picit messze van, hogy vidéken van? Vidéken, de nem messze Pestről, csak egy konferenciai kötelezettségem van, és így köszönöm a telefonos lehetőséget. Én megköszönöm a telefonos, legalább a telefonos lehetőséget. Szóval Jankovics Marcell, jól ismerték egymást, olyannyira, hogy egy előadást is tartott önöknél nem is tudom, mi volt a címe. Budavári Evangélikus Szabad Egyetem, ez egy sorozat, amit a Bécsi Kaputéren tartunk, az Evangélikus Templomhoz kapcsolódó teremben, most már vagy 8-10 éve. Ennek volt a címe, senki sem proféta a hazájában, vagy ez egy másik előadás? Ez két különböző, igen, hát többször is vendégem volt túl a személyes vendéglátáson, mert nem mondom, hogy kevel barátok voltunk, tehát az hazugság lenne, hogy mondjuk egészen szoros kapcsolat lett volna közöttünk, hiszen más nemzedék is vagyunk, de közel is lakunk egymáshoz, és sokszor találkoztunk. Volt itt nálam személyesen is, ha úgy tetszik, baráti látogatáson, vagy a püspöki hivatalban, valamilyen egyházzal kapcsolatos ügyben, de két ilyen hivatalos vagy előadáshoz kapcsolódó találkozásra is emlékszem. Igen, az egyik, amit említett, ez a proféta a saját hazájában, ezt itt a püspöki hivatalban szoktuk tartani, annak az egyik ilyen termében, ahova 12. kerületi díszpolgárokat szoktam hívni egy kötetlen beszélgetésre együtt a 12. kerületi önkormányzattal szervezzük ezeket az alkalmakat, és általában olyan személyeket, akik a kultúrában, vagy történelemben, vagy sportban járatosak, nagy Tímeától kezdve, a Tímár Feri bácsiig sokan voltak nálunk, és egyszer Jankovics Marcellal is egy nagyon jó ízű beszélgetést folytattuk. A és másik, akkor ilyenkor már nem püspök úr, hanem vissza megy a korábbi életéhez, amikor a Duna Televíziónál újságíró, riporter, szerkesztő volt, tehát előveszi ezt az énjét, és úgy beszélget velük? Hát jól érzi, hogy ezt az újságírói, ha nem is vénámat, de érdeklődésemet nem tudom, és nem is akarom elrejteni. Tehát újra és újra kibukik belőlem a zsurnalista, aki a tudományos munka mellett, ahol azért igyekszem szintén csak egyetemi tanárként helyt állni, meg a püspöki munka, mint egyházvezetői feladat, és bizonyos értelemben közéleti feladat mellett azért igyekszem a média világában is otthon maradni. És itt valóban Jankovics Marcellal mindig úgy tudtam beszélgetni ezeken a fórumokon, hogy ő egy hát rendkívül élvezetes beszélgető társ volt. Őszintén szóval ez egy sikertörténet mindig az embernek, vagy egy ilyen jutalomjáték, hogyha Jankovics Marcellal beszélgethetett, hiszen ömlött belőle a szó. Valaki azt mondta, hogy a legszebb hangú történész volt, vagy a legválasztékosabban beszélő művelődés történész. És hát tudjuk, hogy mennyire színesen, élvezetesen, ugyanakkor tartalmi szempontból is mennyire igényesen tudott beszélni. Akár a saját életéről volt szó, akár a kultúra, történelem, művelődés történet bármilyen szegmenséről. Itt van előttem egy kép, ami pedig egy másik alkalommal készült, amiben az elején már belevágtam, bocsánat, hogy egy másik alkalmat is említettem, a Proféta a saját hazájában sorozatunk mellett. Ez az a bizonyos Budavári Evangélikus Szabad Egyetem, ahol Hajdan még Eszterházi Péter, vagy Hankis Elemér volt vendégem, de Ber Miklóstól kezdve Fasang Lászlón keresztül, nem akarok most felsorolni, minden hónapban Batta András legutóbb, minden hónapban egy kitűnő előadónk volt. És hát itt a fotón, azt persze itt most rádióban csak elmagyarázni tudom, Jankovics Marcell egy nagy kupac könyv mögül alig látszik ki, tehát ő hozta magával a könyveket, amikkel szinte megterítette az előadói asztalt, és ugyan szabadon beszélt, és brillírozott, de újra és újra hivatkozott azokra a könyvekre, művészeti albumokra, amelyeket ő szerkesztett, akár a gótikus, felvidéki gótikus művészetről, vagy hát tudjuk, hogy az animáció területén is ő mennyire otthon volt. Úgyhogy ez 2016-ban volt február 1-én, és itt egy kedves személyes beírás is van, ami azt hiszem a honlapomon ezt is feltüntettem, vagy a Facebook oldalamon. Én arról nem hallottam, hogy eltemették, vagy eltemetik, vagy tehát a temetéséről semmi hír nincsen.
Hát megmondom őszintén, ez is mutatja, hogy egészen közeli személyes barátságban nem voltam így a családdal, tehát nem tudom ezt én se, az az igazság. Lehet, hogy itt a Covid miatt ez később történik, vagy szűk családi körben. Tényleg ezt én nem tudom. Egyszer mesélte, mert már többször találkoztunk és beszéltünk, hogy hát nyilvánvalóan sokszor, meg rendszeresen esket és temet, de hogy családtagot és barátot nagyon nehéz temetni. Hát ez természetes, hiszen ez akkor egy annyira személyes érintettséget jelent, hogy az ember szívesebben állna ott gyászolóként csak, idézőjelben, és itt a gyászhoz a hallgatás tartozik hozzá, ahogyan Jobb könyvében is olvassuk azt, hogy a szenvedő Jobbhoz a barátok oda mennek, és hét nap és hét éjjel csak hallgatnak, tehát így kéne sokszor nekünk is hallgatni, de egy lelkész nem teheti meg, hogy oda megy a ravatalozóhoz, és azt mondja, hogy most akkor hallgatunk, akár csak 7 percet is, mert az rettentő hosszúnak tűnik ott a ravatalozóban, és az üzemek kell szólalni. Ezzel együtt az elmúlt évben azért elég sok úgymond ismert ember kellett, hogy temessek éppen egy éve Nagy Tamást, a zseniális építészt, akinek ugye a organikus építészetben, de más területen is csodálatos munkái, egyebek mellett templomépületei vannak, Balaton, Boglártól kezdve Dunai városig, és Aszódig, és Gödöllőig, vagy hát Peskó Zoltán karmestert kellett, hogy temessem, vagy Udvaros Bélát, színházi rendezőt, Konok Tamás, Kossuth Díjas művészt, és nem akarom sorolni, de éppen azért múltkor vettem sorba, hogy a covidos időben, és hát nem mindig csak covid következtében meghalt embereket persze, de számos ismert embert is sajnos el kellett temetnem, akik azért közel álltak hozzám, és természetesen a búcsú különösen is érzékeny volt. Ha már Jankovics Marcell, akkor vele dolgozott együtt Ihli Zsolt, a Kockásülő Nyúl rendezője, szintén animációs rendező, aki viszont valóban atyai jó barátom volt, és amikor őt kellett eltemetni, hát az nagyon-nagyon fájdalmas volt, és tudom, hogy életük végén, most már sajnos mind a kettőjükről így múlt idővel kell beszélni, életük végén a Toldin együtt dolgoztak, ami hát Jankovics Marcellnak a nagy munkája volt, az ember tragédiája mellett talán a másik igen monumentális munka, és ebbe Zsoltot, Rihli Zsoltot bevonta, és bizony egészen a haláláig, miután elkészítette a Luther Márton életéről szóló szenzációs rajzfilm sorozatát Laszfi János szövegére, még dolgoztak együtt a Toldin, sajnos most már egyikük sincs itt. Az édesapja is lelkész volt, és tudom, hogy az édesapját nem tudta eltemetni, de például lehet örökölni ezt a hivatást, ezt a tradíciót tovább vinni? Azért lett ön is lelkész, mert az édesapja? Nem volt korán sem ennyire automatikus, sőt, egy ideig lázas tiltakozás volt bennem. Minden, csak ne lelkész. Ezt komolyan is gondoltam, mert féltem attól, hogy örökké össze fognak hasonlítani, és én leszek úgymond a kisfabinyi, és ezt nem akartam. De talán a hit kérdésekben is egyfajta szemérmesség volt rám jellemző, és azt gondoltam, hogy ezt nekem magamnak kell megharcolni az Úristennel, és nem bevonva más embereket, tanácsot persze tőle, és meg mástól is elfogadtam. És nyilván gyerekkoromban kacérkoztam a gondolattal, egyszer édesanyám rajta kapott állítólag, én már nem emlékszem rá, de valami 5-6 éves lehettem, és a tükör előttén fölpróbáltam apámnak a Luther kabátját, a lelkészeknek az öltözetét, ami persze kétszer akkora volt rajtam, mint amekkora én magam, de hogy próbálgattam, hogy hogy néz neki, és akkor rögtön mondta anyukám, hogy na, biztos te is lelkész leszel. Én kézzel-lábbal tiltakoztam, és tulajdonképpen a legutolsó döntésig, amikor már érettségi előtt meghoztam, addig tulajdonképpen itt voltam ő előttük, és azt mondtam, hogy én inkább bölcsészkarra készülök, de aztán persze a végén bevontam őket. Tehát örökölni igazából ezt nem lehet, de személyes példát látni igen, és azért ez nyilván meg volt édesapámnál, hogy felnézhettem rá, és nagyon sokat tanulhattam az ő intellektusa és érzelemvilága egyensúlyából, mert ez a kettő egyszerre volt rá jellemző. Az előbb, ahogy Jankovics Marcell kapcsán az előadásait említette, olvastam egy olyasmiről, hogy tartanak, hogy szólj be a papnak, ez a címe, ilyen kocsma missziót, ez létezik? Igen, létezik, nagyon is vonzó alkalom, bármilyen furcsa is a kocsma misszió elnevezés, és talán megütköznek ezen, egy kicsit lehet elégíteni, mert így is használjuk, hogy kocsma és fesztivál misszió,
tehát különböző fesztiválokra kitelepedik ez a stáb. Szerintem a kocsmán van a lényeg ebben a pillanatban, ami figyelemfelkeltő. Nem igazán jellemző a papok szájából, hogy kocsmázunk egyet bármilyen formában. Hát egy sört azért jó érzéssel meg tudunk inni, és hogyha kulturált az a kocsma, mondjuk egy ilyen pub jellegű hangulatos helység, vagy főleg kerthelység, most a Kopuciban voltunk Óbudán, az tényleg egy egészen vonzó kulturált hely, tehát ott jó ízűen lehet egy ilyet tartani. Nyilván az a lényege ennek, hogy ha nem jönnek el a fiatalok a templomba, sokszor eljönnek, de azért nem mindenki, és tudjuk, hogy azért nem tömegekben jönnek, akkor nekünk kell oda menni, ahol a fiatalok vannak. És lehetőséget kell kínálni arra, hogy ők föltegyék a kérdéseiket, mindenféle protokolltól és udvariasságtól és egyebektől mentesen. Ez a szójbe, ugye egy kicsit ilyen szleng kifejezés van, egy picit talán bántó éle, de az se baj, hogyha mi kritikát kapunk, talán ránk fél lelkészekre, püspökökre, hogy adott esetben szembesítenek minket olyan helyzettel, ami kellemetlenek a mi számunkra, és beszólnak. Máskor nagyon őszinte, tiszta gondolatú érdeklődéssel jönnek hozzánk, akár hitbeli kérdésekről, közéleti kérdésekről. Most a foci volt a téma. Nem csodálom. Európa bajnokság. Ön is egykor nagy drukker volt, olvastam, hogy nem egyszer azért megkergettek még a rendőrök is egy-egy foci meccs után. Még mindig volt ilyen? Volt, még a Verseny utcában, amikor a Fradi még a Népstadionban játszott, és ez egy ilyen macskelgérharc volt. Nem akarom magam ilyen mártírnak beállítani, de mondjuk emlékszem a 70-es évek közepének a március 15-ére, amikor a Filvax kávéház környékén, meg a Párizsi udvar különböző bejáratai között újkáltunk a rendőrök elől, ilyen illegális tüntetések után, meg aztán a foci meccsek után is, ahol ugye macskaegérharc volt, és talán zsigerekben volt az ellentét. Ezzel együtt persze ezek ma már szép emlékek. Hát szép emlékek, de tudja, ezt mindenkinek felírnám, még a papoknak is receptre, hogy azért ne az iskolapadban tanulják az életet, hanem az életben ízleljék meg, hogy milyenek az árnyoldalak, és amiről utána az ifjúságnak simán tudnak majd mesélni, és nem kell ezt szégyelni. Hát természetesen családi körben is meg tudom tenni, hiszen három gyerekünk tényleg azt hiszem, hogy bizalommal van irántunk, feleségem iránt is, és én irántam, és neki is egyébként a sok tapasztalata az bőven megosztható másokkal, fiatalokkal, hiszen ő gimnáziumban tanár, én magam is sokat foglalkozom fiatalokkal, bár ma már így 60 fölött érzem, hogy azért nem ugyanaz, mint mondjuk 20 éve, hogy éjszakákat végig tudtam beszélgetni, vitatkozni velük, vagy énekelni tábortűznél, vagy éjszakai túrákat tenni, vagy Balatonban éjszakai nagyúszásokkal. Azoknak is megvolt a romantikája, meg a szépsége. Most már azt hiszem egy kicsit megfontoltabb az ember ilyen sport dolgokban, meg vállalásokban, de örülök, ha ma is bizalommal jönnek a fiatalok hozzá. És amikor a szójba a papnak találkozásnál mondjuk kemény kérdéseket kap, akkor mennyire ütésálló maga? Én azt hiszem, hogy elég edzett vagyok, főleg azért, mert ha kemény kérdést szemtől szembe kapok, akkor kifejezetten hálásnak is kell lennem. Azt viselem nagyon nehezen, hogyha sunyi módon valaki a hátam mögött, vagy valamilyen módon valami rossz érzést magában hordozva célozgat, és nem mondja ki nyíltan, az meglehetősen rossz érzés. De a bele a képébe megközelítés az szerintem jó, mert akkor én is tudom, hogy pontosan mit gondol, én is akkor őszintén tudok beszélni, ha kell egy kicsit sarkosabban, természetesen mindig a másik ember méltóságát megőrizve. Soha nem volt még itt a szólybe a papnak programon belül mondjuk olyan konfliktus, ami rossz ízű lett volna, pedig legalább 4-5 alkalmon már részt vettem. Olyan is volt a szólybe a püspöknek, amikor több püspökkel beszélgettünk, vagy különböző egyéb kellemetlenebb témákban. A sport nyilván egy hálás téma, de azért voltak nehezebb témák is, de ott se volt soha bántó, vagy a jó érzés határán túlmenő megszólalás. És mi az, ami igen foglalkoztatja a fiatalságot, ami mondjuk gyakrabban felmerülő kérdés, vagy párbeszéd? Hát én most nyilván elsősorban a hit kérdését mondanám, mert azt meri kevésbé megfogalmazni. De ezen túlmenően számos kérdés a
barátságról, szerelemről, ugye van napirendben, van eléggé a meleg kérdés, coming outolás, az esetben elfogadás, a másik méltóságának az elfogadása, de olyat is mondanék, hogy a sérült embereknek az elfogadása, hogy hogyan tudok egy testi vagy szellemi fogyatékossal bánni, akár úgy, hogy miként tudok neki segíteni, mi az, amivel nem alázom meg, de segítek neki, tehát az ő méltóságát hogyan tudom megtartani, ezek mindenképpen foglalkoztatják őket, és ha itt kimondják a nem éppen konvencionális kérdéseiket, az nekem mindig jó érzés. De ugyanígy szerintem foglalkoztat mindenkit az, hogy hogyan tovább ebben az országban, itt lehet-e maradni, és azért ez nagyon kemény kérdés, hogyha valaki azzal keres meg, akár egy személyes lelki gondozás keretében, akár nyíltan egy ilyen kocsma misszió keretében, azt mondja, hogy ő pedig elhagyja ezt az országot. Hát szerintem erre jó válasz lehet, nem, hogy nyugodtan hagyd el az országot, aztán gyere vissza. Gyere vissza, így van. Igen, így hát van, miért is ne hagynál, miért kellene, igen, hogy... Sőt, hát... tanuljon, uram, bocsá, keressen pénzt, tehát én azt is megértem, hogy valaki osztani, szorozni tud, és azt mondja, hogy orvosként háromszor annyit, vagy ötszor annyit, vagy nem tudom, hányszor annyit keres Svédországban, mint Magyarországon, de ha egy kicsit összeszedte magát egzisztenciálisan, akkor könnyörgöm, jöjjön haza, de ugyanígy, ha tanul valaki, tanuljon, én is, hát megadatott nekem, hogy Németországban, Amerikában tanulhattam, de hazajöttem, és ebben nagyon jó példa egyébként a 16. századi úgynevezett peregrináció, amikor a protestáns prédikátorok kötelező módon kimentek Wittenbergába, és Luthertől, vagy Melanchtontól tanultak, vagy Göttingába, vagy Tübingenbe, és aztán a néhány éves kinti tanulmány után hazajöttek, és nem csak, hogy átadták az ismereteiket, de egy komoly hálózatot is létrehoztak azokkal a diáktársaikkal, akik Európa egyéb városaiban tanultak. Már kialakult egy ilyen középkori vagy újkori internet, hogy tartották egymással a tudományos, lelki és baráti kapcsolatot. Hogy van ez a gyerekeinél? Maradtak, vagy... Bocsánat. Igen, gyerekeim, igen. Hát Erasmus keretében külföldön volt a nagylányom, aki germanisztikát végzett, és notabene abban az Erlangen nevű németországi egyetemi városban töltött fél évet, ahol ő született. Tehát ez érdekes módon megismételte magát a történelem, hogy mi feleségemmel ösztöndíjasok voltunk a 90-es években, amikor ő megszületett. Úgy szoktam mondani, vagy szoktuk mondani, hogy ketten mentünk, hárman jöttünk, ez egy jó ösztöndíj program volt, vagy jó projekt volt, hogy ő született, és vele együtt tudtunk hazajönni, és mit ad Isten, 21 néhány év után egyetemistaként ugyanebben a városba ment tanulni. A fiunk is, aki egyébként, csak ezt halkan mondom, mert nem akarom őt zavarba hozni így a távolból, ő is teológiát tanul, tehát elképzelhető, hogy az apja hivatását viszi tovább, de minden kényszer nélkül, tehát a döntés az övé lesz, hogy végül is hogyan alakul az élete. Ő is másfél évet kitölthetett külföldön, Heidelberg egyetemi városban. Sajnos ennek a nagyobb része covidos idő volt, úgyhogy többet suvickolta a kilincseket a kollégiumban, hogy óvja a vírustól a többieket, mint igazából jó könyvtári látogatásokat tehetett volna, de ezzel együtt nyilván nagy élmény volt neki ez a kintlét, és természetes volt számára is jön ösztöndíró hazajön. És akkor van még egy harmadik. Ő még kicsi, ő még korájkórus iskolába jár, de nyilván ő is már csak a zenei, meg az egyéb érdeklődései miatt azt hiszem, hogy ő is mindenképpen szeretne majd külföldre menni, és nyilván bennünk is megvan az a remény, hogy amit kint tanul, azt ő hazahozza majd, és természetes lesz számára, hogy európai polgárként utazgathat, de azért mindig magyar tud maradni. Mit tesz egy lelkész, egy teológus, egy püspök, ha mondjuk a családjában előfordul, hogy a gyerekei nem hívő emberek? Legalábbis időszakosan. Ez bőven belefér a pakliba, vagy benne van a pakliban, és csak a türelem és az őszintesség segít. Tehát nem szabad erőltetni. Volt életünknek egy olyan szakasza, amikor minket a szüleink, ha nem is kötelezően, de azért eléggé elvárás szinten vittek mindig a templomba, és lázadtunk ellene.
ebből is okulva, mi amikor kicsik voltak, akkor természetes volt, hogy feleségem, ha csak lehetett, akkor hozta, ott volt az ölében, és erre biztatunk egyébként másokat is, hogy nyugodtan hozzá kellett így gyerekeket a templomba, meg vannak különböző korosztályoknak foglalkozások, baba, mama köré, stb. De ha persze ez már az anyukának kellemetlen, akkor inkább maradjon vele otthon. De egy jó értelemben vett példaadás az kell, de utána azért eljön az az idő, amikor el kell engedni a kezét kamaszkorban, és még a nem mondásra is lehetőséget kell adni. Azzal a reménységgel, hogyha ez türelemmel, őszinte példaadással jár, akkor egy idő után vissza fognak jönni. Ez ön kamaszkorában ez előfordult? Ez a szembe menetel, igen? Hogyne, hát eleve már az, hogy hosszú hajam volt, és sokszor ez bár a lázadásnak egy jele volt a 70-es, 80-as években, és bizony az is előfordult, hogy fiam ilyen hosszú hajjal nem jöhetsz a templomba, vagy legalábbis fésülködj meg, vagy nem tudom én mit csinálj. Ilyenkor úgy éreztem, hogy nagyon a külsőségekre figyelnek, és azért ez nem tetszett. Nyilván azt mondom, hogy persze a templomba kulturált viselettel menjen mindenki, de azért ki az identitását őrizze meg. Tehát Isten sokféleképpen lehet dicsérni. Ha valaki farmerba jön, vagy férfilétére szopfosra jön, akkor jöjjön úgy, és az idősek is ma már talán befogadóbbak, és nem néznek ki valakit onnan, hogyha másképpen... Hát mert az időseknek is van unokájuk, akik hasonlókat élnek meg, igen. Így van. Tehát visszatérve a saját gyerekeinkre is, hogy én azt hiszem, hogy a türelem az mindenképpen megvolt, és talán a személyes példaadás is, és tényleg csak örülünk akkor, hogyha azt látjuk, hogy ők nem velünk, hanem már adott esetben a barátjukkal, barátnőjükkel, vagy egyedül, de eljönnek templomba. Nem is feltétlenül akkor, amikor én prédikálok, hogy az a pucit meghallgassák. Volt olyan persze, hogy a Marci fiam elhozta a barátait, és akkor istentiszteletre, talán egy szilveszteri buli kapcsán este 6-kor eljöttek az istentiszteletre, utána meg bulisztak, és előtte nekem szólt, hogy apa, tedd oda magad, mert ott lettek a barátaim. És kikacsingatott a gyerekekre. Igen, hogy nehogy kégyet hozzak rá, és aztán ha valaki azt mondja, hogy hú, ez király volt, amit a püspök úr mondott, akkor nyilván az... Hát az a legnagyobb dicséret, püspök úr, hogyha egy gyerek azt mondja, hogy király voltál, apa. Így van, mert azért ő kritikusabb. Egyébként most a sok prédikációt, amit sajnos nem személyes jelenléttel, hanem interneten közvetítve tudtunk csak tartani, ez is mindig jó próbatétel volt. Lehetett látni, hogy bekapcsolva marad az a közvetítés, vagy nem. Tehát ott még gyorsabban lehet szavazni. Ha már ott van valaki a templomban, akkor az ritkán történik meg, hogy demonstratív módon kivonul, de az, hogy ül a monitor előtt, és egy perc alatt, vagy egy perc után egyszer rákattint a kikapcsol gombra, azért mert azt mondja, hogy na jó, az nekem nem hiteles, az bizony megtörténhet. Tehát ez egy nagy kihívás volt a mi számunkra ez az időszak, hát és gondolom, jó volt igen. Látni, hogy valaki nem csak bekapcsolódott, hanem ott is maradt az istentisztelet. Még egy búcsú kérdés. Mit mondott az édesapja útravalóul, mikor megtudta, hogy lelkész lesz a fia, illetve mit tud majd ön továbbadni, ha a fia mégiscsak a lelkészi hivatást választja a teológia után? Mi a jó tanács? Amikor én azt az igét választottam a püspök szentelésemkor, hogy neki Jézusnak növekednie kell, nekem kisebbnek kell lennem, akkor én azt hiszem, hogy ezt az édesapámtól tanultam. Tehát, hogy ő megpróbált visszavonulni akkor, hogyha az ő Istenről való beszédéről vagy tanításáról volt szó, hogy én ne az ő személyét lássam, hanem azt a Jézust, akire ő rá akart mutatni. Ez nagyon kegyesen hangzik, de a lényege az, hogy nem önmagunkat prédikáljuk, nem önmagunkról beszélünk, hanem arról, aki ebbe a szolgálatba küldött minket. És én is ezt fogálom a fiamnak mondani, hogy lát ebben a világban, még az egyházban is esetleg sok kevésbé szép dolgot, de ez ne tántorítsa őt el, mert nem emberekre kell nézni, az emberek azok háttérbe kell, hogy lépjenek, hanem arra az élő Úristenre, aki a szolgálatba küld minket, és nem csak lelkészeket, hanem minden hívő embert. Nagyon szépen köszönöm dr. Fabinyi Tamás püspök úrnak, hogy itt volt. Szép napot kívánok önnek, és köszönöm, hogy szentelt ránk egy kis időt. Köszönöm, és szép szombatot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Viszont kívánom. Köszönöm szépen.